Secundum gratiam deiquitate est mihi, ut sapiens... Meglepett arcok kísérték figyelemmel a latin nyelven felolvasott ige szakaszt a református gimnázium ma reggeli áhítatán. A szokatlan kezdéssel azt szerették volna bemutatni, hogy a középkori egyházak a reformációt megelőző időkben olyan nyelven szóltak a hívekhez, amit nem értettek meg. 2017-ben a református egyház jubileumi évet hirdetett arra emlékezve, hogy Luther Márton 500 évvel ezelőtt függesztette ki 95 pontját a wittenbergi vártemplom kapujára. Az emlékév hivatalos nyitónapján a Tatai Gimnáziumban is a reformációra emlékeztek. Ma van január 31-e, és ezzel igazából mi megkezdtük a reformáció 500. jubileumi évét, és a ma reggeli áhítatunk is ennek a fényébe zajlott. Emlékező műsorunknak a központi témája a Biblia fordítása volt, a Biblia fontosságát próbáltuk kiemelni, illetve visszatekinteni erre az 500 évre. A műsor elején latinul beszéltünk, ami abban az időben, ahol a reformáció történt a 16. században, nem megszokott volt, hiszen nem hallották saját anyanyelvükön, és nem olvashatták a Bibliát a saját anyanyelvükön az emberek. Évezredenként egyszer van ilyen alkalom, hogy 500 éves a reformáció, 500 éves évfordulót ünneplünk. Megpróbáltunk a reggeli áhítat keretében látott műsorral is erre készülni. Ma egy nagyobb rendezvény is van délután Debrecenben, egy országos emlékév megnyitás. Mi a magunk szerény módján csatlakoztunk ehhez. Ahány gyermek annyiféleképpen érti, érzi, és ahány felnőtt mi is annyiféleképpen értjük és érezzük. Nagyon különböző családi háttérből érkeznek a gyermekek, értem ezt, úgyhogy egy házi kötődés szempontjából. Különböző családi háttérből vannak olyan gyermekek is, akiknek napi rendszerességű otthon a bibliaolvasás, vannak olyan gyermekek is, akik itt találkoztak először a vallással, a hit kérdésével. Ezt a viszonylag széles spektrumot próbáljuk kollégáimmal szépen szeliden valahogy egy egységes rendszerre összeállítani.